Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Idén is megrendezésre került a tavaszi hangverseny, mely során a Kistelki Művészeti Iskola hegedű tagozata a csáristákkal együtt tartott egy színvonalas koncertet a megjelent Kistelki Általános Iskolás diákok részére. A hangversenyen továbbá a zenei kíséret mellett itt-ott közös éneklésre is sor került, ezzel is jobban bevonva a jelenlévő tanulókat a komoly zenei műsorba. Köszönöm benneteket, és nagyon köszönöm a kollégáknak, hogy elhoztak benneteket erre a hangversenyünkre. Minden tavasszal meg szoktuk rendezni az úgynevezett tavaszi hangversenyünket. Ahogy látjátok, a hegedű tagozat és a csellisták képviselik most a művészeti iskolát, és ezen a hangversenyen gyönyörű szép zenéket fogtok hallani. Azért tartottam fontosnak, hogy elgyertek, mert nagyon-nagyon szeretjük ezeket a zenéket, és szeretnénk valakinek bemutatni. Az első dal, amit el szoktunk ilyenkor énekelni, azt mindenki tudja. Úgyhogy remélem, hogy mindenki elhozta a kis hangszerét a torkában, és együtt el tudjuk majd énekelni a tavaszi szerkezdetű dalt. Azt szeretném, hogyha most errefelé fordulnának a gyerekek, és az én elindításommal eljátszanánk a tavaszi szél hegedű kíséretet, és ha aki tudja, két verszakban énekelje el szemünk ezt a dallamot, jó? Segítetek? Beethoven öröm ódája fog elhangozni.
hozni, ami arról szól, hogy milyen nagyszerű muzsikálni, milyen nagyszerű, hogy az embereknek van énekhangjuk, hogy énekelhetnek, és ezt a dalat szeretném nektek a Művészeti Iskola vonósaival eljátszani. Szóló énekel, Gulyás Brigitta. Megyek a színpadon, és mindenki csöndben lesz. Thank you.
miközben én beszélek. Most átrendeződünk, és igazi időutazásban veszünk részt, visszautazunk a 19. század elejére, amikor egy nagyon szép zenemű született, abból az alkalomból, hogy a zeneszerző nagyon szerelmes volt. Nagyon-nagyon szeretett egy lány, és egy nem verset írt, hanem zenét neki, méghozzá egy szerenádot. A szerenád ugye egy üzenet, egy szerelmi üzenet, hogy nagyon szeretlek, és majd figyeljétek, hogy milyen gyönyörű dallamot talált ő ki, és elhittem, meg is nyerte a kiszemelt hölgynek a kegyeit. Schubert szerenádját fogjuk eljátszani. A kisteleki humos együttes, látjátok, hogy viszonylag nagy lányok ülnek itt a színpadon. Van, akinek már gyermeke is van, anyukák, és nagyon megszerették a hegedülést. Akkor kezdték, amikor a nagymár, az Ágoston 7 évesen, és még felnőtt korunkban is nagyon szeretnek hegedülni, és nagyon szép zenét látszunk nektek. Cserélő is meg fog szólalni a zenekarunkban, tehát most pedig akkor a Schubert szerenád következik.
remélem, hogy nektek is tetszett, mert szerintem gyönyörű zene. Most pedig szeretnék, hogyha egy kicsit becsuknátok a szemeteket, és elképzelnétek, hogy egy sötét szobában vagytok, egyetlen egy gyertya világít, és egy zeneszerző zongora versenyt ír. Mert ez a zene akkor született, amikor még nem volt villany, amikor még nem volt magnum, rádió, televízió, és szórakozásból kitalálták az emberek, hogy milyen jó együtt muzsikálni, és született egy olyan zeneszerző, aki a gyerekekre is gondolt, írt egy gyerek zongora versenyt, Van Halennak hívják, és a célú zongora verseny fog elhangozni. Én azt gondolom, hogy ma, a 21. században is nagyon becsüljük azokat, akik valamilyen területen a legjobban. A hangszereseket úgy hívják, hogy virtuózok. Ismerős az azt? Azt gondolom, hogy ha valaki mestere a hangszerének, akkor megilleti ez a jelző, az, hogy virtuóz. És most három zongorista virtuózt fogtok hallani, és ajándékul lekíséri a zenekar ez az ő zongora játékukat, tehát az első tételét ennek a zongora versenynek Pap Szilveszter játsza. Van egy 7. osztályos, 8. már Szilveszter? Vannak itt osztálytársak? Kár. Jó, majd a tévében megnézzük. Jó? Big Molly a következő tétel előadója, és a 30. tétel a 2-6. Osztályos tudja játszani. Úgyhogy nagyon figyeljetek, a zongora verseny az arról szól, hogy zongoristát követi a zenekar, felelget neki a dallamban, és nagyon érdekes lesz. Így hallgassák.
most mesebirodalomban fogunk járni. Ki az, aki ismeri a Szépség és a Szörnyetek című mesét? Uha! Akkor nagyon füleljetek, mert hogyha nagy lányok lesznek velük, meg nagy fiú, mert a fiúk is szeretnek énekelni, akkor olyan szépen fogtok, köszönöm szépen, tegyétek le a kezeteket, akkor jó választás volt a következő dala. Szépség és a Szörnyetek, Bernert a Szépségnek a dalát fogjuk hallani, és azt szeretném, hogyha nagyon figyelnétek, hogy mi a szövege, és csak úgy lehet, hogy mindenki csöndben lesz, jó? Aztán a következő dalna pedig egy keringő lesz. A keringő ez egy tánc, és képzeljétek el, ahogy Szépség átváltozik, vagy a Szörnyetek átváltozik, igazi királyfibán, és együtt táncolnak egy bálon Szépséggel. Jó? Tehát ezt a két dalat fogjátok hallani. Először Gulyás Brigitta énekli ugye a Szépségnek a dalát, és utána a Csárkoszti keringőjét fogjuk, arra pedig táncolt belül a szép új pár. Hallgassátok csöndben, figyelmesen! Thank you.
javaslatok csak a tanítónénire, énektanárokra is, hogy bátran énekeljetek be, aki sok verset meg tud tanulni, ez nagyon okos lesz, és nagyon nagy örömetek lesz majd benne. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy meghallgattátok a hangversenyünket, tetszett-e? Ha tetszett, egy óriás tapsot kérem. Kistelken megrendezésre került megyei vonószenekari találkozón, amely egy számos településéről érkeztek vonószenekarok, kik mindannyian számot adhattak zenei tudásukról a megjelent nézők legnagyobb örömére. A több mint két órás vonószenekari találkozó műsorából most az első részt tekinthetik meg. Kisteleken a megyei vonószenekari találkozón. Nyitószálunként Beethoven 9. szimfóniájából az Örömódát hallhatták a kisteleki vonósok előadásában, énekelt Gulyás Brigitta. Szeretném megkérni a kisteleki alapfokú művészeti iskola igazgatóját, Szombathelyi Árpádot, nyissa meg a rendezvényt. Jó napot kívánok! Szerintesztok! A fiatalabb korosztályt azt gondolom bátran tegezhetem. Nagyon nagy öröm, hogy a megye szinte minden városából jöttek a mai megyei vonószenekari találkozóra. Természetes dolog, ez már olyan régi hagyományt viszünk tovább. Pópitné Válinti Zsuzsanna tanárnő jó voltából, akit mellettem jobbról teljes izgalomban és nagyságában látható. Ami feltételezhető, hogy amíg létezik a megyében alapfokú művészetoktatás is létezik vonós zene, addig meg is marad. Az a szerencsés helyzetünk adódott, hogy évek óta itt van a művelődési központunk, ami méltó helyet adott már számtalan rendezvénynek, és ahogy így körülnézek, igen reprezentatív a közönséggel együtt, és föltételezem azt, hogy a zene ezen csak emelni fog. Fölteszi a koronát a mai napra, egészen biztos vagyok benne. Miután 5-6 órán keresztül vonószenét fogunk itt hallani, messze akarunk elmélyülni
ebben a műfajban. Az iskolában zeneoktatás szinte minden területen folyik. A vonói zenekar is igen nagy hagyományokkal fémjelzi saját munkáját, és azt gondolom, hogy ha az eltelt éveknek ez lesz majd a csúcsa, a koronája, ebben nem tévedek. Ez abból is látszik, hogy a tanárnő hónapok óta szervezi a rendezvényt, és nagyon nagy izgalommal, azt hiszem, hogy most az öröm oldalat nyugodott meg, ahogyan láttam. Hát remélem, hogy ez a nyugodtság egész végig rajtom marad. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, érezzék jól magukat, és érezzétek jól magatokat, de legfőképpen kitűnően szerepeljetek. A nyugodtságról azért beszéltem, hogy tényleg nem kell izgulni. A megpróbáltatáson már mindenki túl van a felkészülés időszak alatt. Ez már csak játék. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. 7 évvel ezelőtt volt ezt megelőző hét találkozó az én kezdeményezésemre, és akkor nagyon boldog voltam, hogy itt Kisteleken is megrendezhetünk egy ilyet. Most így ismét elérkezett egy olyan nap, amikor itt vagyunk. Ez a Lebensberg Művelődési Központ, és úgy gondolom, hogy amikor elkezdtük szervezni a találkozót, akkor mindenki egy emberként próbált segíteni. A művészeti iskolának nagyon kis épülete van, tehát mi vendégek vagyunk itt, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Azon kívül az általános iskola igazgatójának, Pakné Guba Évának is köszönjük szépen, hogy lehetőséget biztosított a nyugodt lepakolásra, biztonságos elhelyezésére a hangszereknek. És hát ahogy az igazgató mondta, most játszani fogunk. Én meggyőződésem, hogy mindenki örömteli muzsikálást fog itt biztosítani számunkra és önmagának, de egy igazi játékkal szeretnénk kezdeni. 330 évvel ezelőtt született egy olyan zeneszerző, aki a következő zeneszerzőknek a tanárának tekinthető, pontosan ezen a napon, március 21-én. Annak a kezébe fogom ezt adni, szeretnék kérni két olyan vállalkozót, aki tudja, hogy kiről van szó, elmondja a nevét, és ide jön hozzám a színpadhoz. Tehát 330 éve született egy olyan zeneszerző, akinek a neve kellene, és tőle fogunk az én együttesemmel, a kisegedősökkel játszani egy zeneművet, jó? Aki vállalkozik rá, szaladjon gyorsan, ide is jöjjön. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bachtól játszunk egy paraszkantáta részletet a kisegedősökkel, hogy fogadjátok szeretettel, és mindenkinek azt kívánom, hogy a lehető legjobban sikerüljön a produkciója, és mindenki mosolyogjon és érezni jól magát. És nagyon szépen köszönöm a szülőknek, akik a vendéglátásban olyan sokat tettek azért, hogy mi igazi kisteleki vendéglátóként jó érzésekkel bocsátsuk haza a vendégeinket. Köszönöm szépen még egyszer. És mielőtt még elkezdenék, én megkérném a Makói Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola hangszírom kamara csoportját, hogy szépen lassan készülődjön. Thank you.
Következő műsorszámunk Beethoven hegedű versenyrészlet. Szólót játszik Mészáros Ágoston és Nagy Márk Ábel. Hallgassák meg a Karib-tenger kalózai című filmzene részletet a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola Kishegedős Együttesétől zongorán közreműködött Kucsoráné Kálmán Erika, művészeti vezető Pópik Néváhegyi Zsuzsanna. Most pedig következzék a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangszírom kamaracsoportja. Első számuk francia dal. Második számuk egy igazán különleges dal, hiszen volt növendékük Németh Kira írta ezt a dallamot, Szirmok tánca címe, szólót játszik Nagy Zsófia. Ezek után Mary Cohen, Polka és Howdown című száma következik, végül pedig egy skóttal, művészeti vezető Bíró Anna, zongorán kísér Németh Rozália.
Megkérném Bíró Anitát, hogy vegye át az emlékplakettet Szombathelyi Árpádtól. Most pedig következzék a Makói Általános Iskola István Margit díjas kamara csoportja. Első műsorszámunk Böhm, Prélvé, Méri, Lion, Lightfoot, Dona Nobis Pácem, Dobler, Polcsináló, művészeti vezető, Setényi Nérát Gabriela, zongorán közreműködik Tóth Nécse Erika.
Nagyon szépen köszönjük, és megkérném Setényi Rácz Gabriellát, hogy vegye át az emléklapot Szombathelyi apától. Most pedig következik a Csongrádi Valószenekar. Elsős számok, Sós András feldolgozása, Új gyönyörű szép titokzatos éj és a dicsőség. Vezető Sándorné Szabó Márta. Következő számok Rossa László, Szilvai Géza, a kutya és a pillangó. Szólót játszik Várja ne. Következő műsorszámok Rossa László, Szilvai Géza, az Én babám. Szólón játszik Ola Endre. Thank you.
hallgassák meg Rossa László, Szilvai Géza, Sárga Csikó című művét. Nagyon szépen köszönjük, és most megkérném Sándor, hogy Szabó Mátát vegye át az oklevelet, emléklapot Szombathelyi Árpádtól. Iskola, Kisvonó zenekarok. Műsorszámanyag. Kánonok, bűvös hang, ébredek hang, hajnal. Brok, etűd. Bak, induló. Művészeti vezető, Szonya Gabriella. Thank you.
Szombathelyi Ágnástól. Műsorszámaink: Szervánszki a bundában, második Júli Dalocska, harmadik számunk Szervánszki Sárga Csikó, zongorán közölködik Albert Nelli, vezető Juhász Julianna. Thank you.
szépen is megkérni Juhász Juliannát, hogy vegye át Szombathelyi Árpától a dokumentumot. Sós András, két francia népdal, János bácsi keljen fel, és Hulla Pelyhes. Thank you.
harmadik műsorszámunk Dárdász Kálióver, zongorán közreműködik Onodi Bogárka. Thank you.
kérném, Tóni Szeglárdi Bernadettet, hogy vegye át az emléklapot szobahely Árnától. Míg átrendeződik a színpad, szeretném bejelenteni a következő együttest, Kisteleki Honos Együttes. A Művészeti Iskola tanulóiból felnőttként alakult együttesről van szó. Schubert szerenágyát fogjuk előadni, és szép példát mutatnak a kisteleki gyerekeknek, mert felnőtt korukban vállalkoztak arra, hogy rendszeresen heti egy alkalommal próbálunk, és megalakítottuk ezt az együttest a felnőttekből, volt tanítványainkból. Thank you.
Thank you.
következő adásunkat március 27-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délután 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!